Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. A legutóbbi videóban olyan eseteket mutattam be nektek, amikor az áldozatok túlélték a sorozatgyilkosokkal való találkozást. Választási lehetőséget adtam nektek, és Robert Black esete és a saktáblás gyilkos egyenlő arányban kapott szavazatokat. Én Robert Black esetét választottam. A későbbiekben talán fel fogom dolgozni a többi esetet is. Van egy, amit nagyon szeretnék kidolgozni és bemutatni nektek, és talán akkor a saktáblás gyilkosra is sort kerítek. Robert Black 1947-ben Skóciában született, ő egy skót sorozatgyilkos és gyermekmolesztáló. Elrabolt, megerőszakolt és meggyilkolt 3 lányt az 1980-as években. Emellett megpróbált elrabolni egy negyedik lányt is, de ő túlélte, és elrabolt egy ötödik lányt is, de ő is túlélte. Robert számos az 1970-es évekig tartó gyermekgyilkosságok gyanúsítottja Európában. Most Robert gyermekkorát próbálom nektek egy kicsit felvázolni, hogy milyen hányattatott volt neki az élete már akkor. Robert Black soha nem ismerte a szüleit. Amikor Jesse Hunter Black 1947. április 21-én megszülte a fiát, akkor már abban a pillanatban úgy döntött, hogy adoptálni fogja Robertet, hiszen 24 évesen gyári munkásként nem keresett eleget ahhoz, hogy egyedül felneveljen egy kisfiút, ráadásul 1947-ről beszélünk, akkor még nagyon megbélyegezték az egyedülálló nőket, akik házasságon kívül szülnek. Tehát adoptálni akarta. Aztán végül is Robert 6 hónapos volt, amikor bekerült egy nevelő otthonba. Jesse férjhez ment, Francis Hallhoz, és emigráltak Ausztráliába. 4 közös gyermekük született, és Francis Hall, Jesse férjének az unokahúga szerint, Jesse nem szerette volna, hogyha köztudott lett volna, hogy neki van egy fia, törvényen kívüli fia. Soha senkinek nem beszélt erről, soha nem tartott kapcsolatot Roberttel. Ő végleg elhagyta akkor a fiát, amikor beadta a nevelő otthonba Robertet. Tehát Robert 6 hónapos korában nevelőszülőkhöz került. Egy 50-es éveikben járó házas pár nevelte őt, Jack és Margaret Tulip, azaz Tulipán. Ennél a családnál 11 éves koráig maradt Robert, hiszen Jack akkor halt meg, amikor Robert 5 éves volt. Tehát Margaret volt az, akire a feladat hárult, hogy Robertet nevelje. Robert Black J. Weyer pszichológussal folytatott beszélgetése során, ezt a J. Weyerrel folytatott beszélgetést sokszor fogom emlegetni. Tehát Weyerrel folytatott beszélgetése során azt mondta, hogy ő nem emlékszik 5 éves kora előtti időkre. Ami azért furcsa, mert általában azért mindenkinek van valami halvány emléképe, legalább egy, hogy annak idején 5 éves kora előtt mi történt. De ő semmire nem emlékezett. Azt mondja, hogy ez valami érzelmi vagy fizikai traumának az átélését és elfolytását jelentheti. Tehát valami történhetett vele, valószínű, hogy a nevelő apja által. Majd később Robert elég sűrűn jelent meg zuzodásokkal a testén. De nem látták Robertet verekedni a társaival, a diáktársaival. Viszont Margaret elég sokszor bezárta a házba, mint utólag kiderült, és meg is verte. Robertnek volt egy visszatérő álma, hogy az ágya alatt egy nagy szőrös szörny várja őt egy vízzel teli pincében, és Robert, hogyha erről álmodott, akkor nagyon sokszor reggel az ágyába vizelt. Ezért Margarettől megint csak verést kapott. A nő térdére fektette, és elfenekelte egy nadrág szíja. Úgyhogy ez is elég maradandó és mély sebeket okozott Robertben. Blackre fiúként az is jellemző volt, hogy a saját kortársaival nem játszott, mindig a kisebbekhez ment. Egy volt diáktársa azt mondja, hogy a fiúknak volt egy bandája, de Robert nem ezt választotta, hanem direkt a fiatalabbaknál alapított egy bandát, aminek ő lehet a főnöke, és ő irányíthat, ő lehet a domináns. És nagyon agresszív is volt, hirtelen természetű, viszont magának való nem volt a barátai. Egyszer egy műlábú fiúnak ugrott neki, elkezdte ütni, rugdosni, mindig a kisebbeket bántotta, ugye, ami a felnőtt korára is jellemző lesz. Mint már mondtam, Robert a Tulip családhoz került, a Tulip pedig tulipánt jelent, viszont Robert már gyerekkorában is nagyon
mondhatni, büdös volt, ugye az őszinte gyerekszáj, elkezdték őt csúfolni, büdös Robi tulipánnak. És ez az ápolatlanság, és ez az erős testszag, izzadságszag, ez a felnőtt korára is jellemző lesz. A kicsinyes erőszakra való hajlam mellett Robertnek a korai szexuális érdeklődése, a tapasztalata is kialakult. Visszaemlékezett, hogy körülbelül 8 éves korában kezdett a végbélnyílásába tárgyakat feldugni, feltolni. Azt mondta, hogy körülbelül egy 20 centis fémdarabot tolt fel általában, viszont az 1990-es letartóztatásakor átvizsgálták a lakását, és találtak fényképeket Robertről magáról, amikor a végbélnyílásában látható egy borosüveg, vagy éppen egy telefonkagylót tolt fel magának, vagy egy asztallábat. Arra is gondolt, hogy a kezébe ürít, és utána ezt perdörzsöli, visszadörzsöli, és ő nagyon szeretett volna mindig is nő lenni. Nagyon irigyelte, hogy a nőknek hüvelyük van is. És valószínű erre utal az is, hogy ő dolgokat tolt fel saját magának, ez a hüvei irítség. Arra emlékszik, ugye 5 éves kora előttre nem, de arra igen, hogy 5 éves korában egy kislányjal megmutatták egymásnak a nemi szerveiket. Tehát, hogy Robert attól függetlenül, hogy nő szeretett volna lenni, ugye nem volt homoszexuális, erre több jel is utal. Például ő 7 éves korában táncórákra járt, de szívesebben foglalkozott azzal, hogy lefeküdt a földre, és a lányok szoknyája alá próbált lesni, mint sem az, hogy maga a táncórára figyeljen. Tehát nem volt homoszexuális, viszont nő szeretett volna lenni. Ez társult egy anya hiánnyal is, és azzal, hogy a nevelő anya viszont megverte őt, és őt is 11 évesen vesztette el. 5 évesen halt meg Jack, Margaret pedig akkor, amikor Robert 11 éves volt. Robert 8 éves korában vigyázott a szomszéd babájára is, és Robert nagyon érdeklődő volt már akkor. A lány babának a hüvei és a végbélnyílása is nagyon érdekes volt Robert számára. Az ujjával próbálta felfedezni a babának a testrészeit. Miután 11 évesen meghalt Margaret, a szomszédok felajánlották, hogy ők vigyáznak Robertre, mint nevelőszülők, de mégis visszakerült egy nevelő otthonba, majd 12 évesen hárman, tehát két társával együtt, egy lányt megpróbáltak megerőszakolni, kergették, egy mezőn voltak, viszont az aktusra nem került sor, hiszen túl forgalmas volt az a mező melletti út, ezért, mivel nem sikerült megerőszakolni, abba is beleegyeztek volna, hogy csak hadd érintsék meg a velük egykorú, tehát a 12 éves lánynak a nemi szervét. Viszont a lány ezt nem akarta, de Robert nagyon erőszakos volt, és azt mondta, hogy nem is érdekli, hogy ő beleegyezik-e, vagy sem. De sikerült a lánynak elmenekülni onnan. Viszont ezért a zaklatásért Robertet áthelyezték a nevelő otthonból. Tehát Robert 12 évesen a Misselburgi Red House-ba került, mint bántalmazó és potenciális erőszaktevő, és itt hamar rájött arra, hogy bizony szerepváltoztatásra került sor, hiszen egy vagy két évig, a három évében, amit ott kellett töltenie, egy ottani alkalmazott Robertet szexuálisan bántalmazta évekig, ugye egy vagy két évig. És ez úgy történt, hogy az alkalmazottnak már volt egy bántalmazottja, csak őnek lejártott az ideje, és kikerült. És akit bántalmazott, őt kérte meg, hogy akkor az újak közül szemeljen ki számára egy új áldozatot. És ez a fiú, aki éppen szabadult, mind a Red House-ból, mind pedig az alkalmazott szexuális bántalmazása alól, pont Robert Blacket jelölte ki. Robert ismét egy olyan helyre került, ahol megint csak bántalmazták. Ezek után Black a szexet a dominanciával és az engedelmességgel társította. Arra a következtetésre jutott, hogy a szexnél teljesen mindegy, hogy a másik fél beleegyezik-e, vagy sem, hiszen ugye őt is, mint szexuális bántalmazott, nem kérdezték meg, hogy akarja, vagy nem. Tehát itt ment el nagyon a gondolkodásmódja a Robertnek, és itt jött el arra, hogy a másik fél csak egy tárgy. Robert ez idő alatt a Misselburgi gimnáziumban is helyet kapott, átlag feletti teljesítményei voltak a tanulmányaiban,
de leginkább a sport érdekelte, a futball, az atlétika és az úszás. Nem volt jó a látása, ezért profi futball karrierjét véget is ért, az úszással viszont voltak sikerélményei, későbbiekben is, mint életmentő dolgozott. Müsselburghoz közel volt Portobello, ahol két uszoda is volt, és oda járt Robert. Majd 20 évvel később ebből a Portobello-ból tűnt el Caroline Hogg is, akinek a meggyilkolásával később vádolták Robertet. Ez csak azért fontos, hogy Robert már gyerekkorában is ismerte ezt a környéket. Ez a későbbiekben lesz fontos ez a részlet. 1962 nyarán, amikor Robert 15 éves volt, lejárt a büntetése Müsselburgban, így kikerült megint az utcára, bár némi segítséget kapott, megszerzett egy állást, mint kézbesítő. És mint kézbesítő, a körei alatt, amikor ugye kézbesített, az idő folyamán körülbelül 30-40 lányt molesztált. Azt mondta később a Wired-nek, a pszichológusnak, hogy mindig megkérdezte a lányokat, hogy beülhet-e egy csésze teára, beszélgetnének egy pár percet, és általában ugye a lányok hagyták, jó, akkor beszélgessünk, és megpróbált őket megérinteni, volt, hogy sikerült, volt, hogy nem. Viszont ami érdekes, hogy egyszer sem jelentették ezeket az eseteket. És ezt is ugye Robert úgy vélte, hogy ugye a molesztálásnak sincs semmi következménye. Majd egy évvel később Robertnek megvolt az első gyilkossági kísérlete, amikor egy parkból elcsalt egy 7 éves kislányt, egy közeli elhagyatott épülethez csalta, azt mondta neki, hogy kis cicákat akar neki mutatni, hogy érdekli őt, a kislány pedig érdeklődve ment utána. Majd Robert az elhagyatott épületnél elkapta ezt a 7 éves kislányt, elkezdte folytogatni. Robert olyan 16-17 éves lehetett, és elkezdte folytogatni a kislányt, aki elájult. Majd Robert a térde alatt megfogta a kislányt, és ugye fölemelte. Igen, a kislány már lekerült róla a bugyi is, tehát alul mesztelen volt, és ahogy fölemelte a kislányt, a lánynak a nemi szerve egy picit így megnyílt, ezért az ujját bedugta a kislány nemi szervébe. De elvileg ott több behatolás nem történt, mint hogy az ujját bedugta a lánynak a testébe, majd a lány ájult teste fölött maszturbált. Majd ott hagyta a lányt az elhagyatott épületnél, nem érdekelte Blacket, hogy a lány él, vagy hal, vagy mi van vele, ő végzett, és ott hagyta. Majd később megtalálták ezt a kislányt, véresen, zavarodottan járkált, sírt, és így találtak rá. Tehát szerencsére túlélte a Blackkel való találkozást. Viszont az érdekesség még csak ezután következik. Az ügyet bíróság elé vitték, de megdöbbentő módon csak figyelmeztetést kapott Robert. A skót jogra jellemző, hogy csak figyelmeztetést kapnak a jövőbeni jó magatartás miatt. Tehát Black ezt is megúszta egy figyelmeztetéssel. Így 17 éves korára már megpróbált megerőszakolni egy lányt, ugye 12 évesen a mezőn, megpróbált megölni és maszturbált a lány elájult teste fölött. 30-40 lányt molesztált, mindez 17 éves korára, és ezért eddig összesen kapott egy figyelmeztetést. Igaz, Müsselburgban 3 évre berakták, de ez nem börtön volt, ez nem javítóintézet, ez csak egy szigorúbb nevelőintézet volt. Az, hogy őt ott szexuálisan zaklatták, ez Robertnek a bal szerencséje volt, de hivatalos büntetés, csak most kapta ezt a figyelmeztetést. Az ügy kapcsán készült Roberttől egy pszichiátriai jelentés, elég naív volt. Azt mondták, hogy ez egy nagyon elszigetelt eset volt, ez nem jellemző, nem lesz jellemző Robertnek a későbbi magatartására, ez nem befolyásolja, hogy jó magatartása legyen a jövőben, tehát azt mondták, hogy ez egy egyszeri eset volt, ezért is kapta a figyelmeztetést csak. A szociális szolgálat próbaidős jelentése ellentétes volt ez a pszichiátriai jelentéssel, ezért Robertet arra kötelezték, hogy ezt a kézbesítői állást ezt hagyja ott. Robertnek el kellett hagyni Greenockot, és vissza kellett térnie Grange Mouse-ba. Itt új életet kezdett, szobát bérelt egy idősebb házaspártól, és találkozott élet első és utolsó barátnőjével, Pamelával. Jártak egy ideig, majd Robert eljegyezte a lányt, viszont Pamela egy levélben később szakított, és ez még évekkel később is Robertet nagyon felzaklatta, és visszaemlékezett erre a
pusztító érzése, amit akkor Pamela váltott ki belőle, és azt nem lehet tudni, hogy Pamela az a barátai és a környezete által hallott dolgokat Robertről, és az ő szexuális beállítottságáról, fantáziájáról, vagy saját maga már kezdte megtapasztalni, de lényeg az, hogy időben elhagyta Robertet. Amikor Robert 1992-ben 10 idézést kapott 3 kislány meggyilkolása kapcsán, még akkor is azt mondta a rendőröknek, hogy mondjátok meg Pamelának, hogy ez nem az ő hibája. Tehát még mindig Robertet, még mindig bántotta azt, hogy annak idején elhagyta őt Pamela, és egy ilyen erkölcsi bántást akart elérni ezzel, és azt mutatni, hogy őt nem érdekli, hogy annak idején Pamela szakított vele, de ez igenis akkora nagy hatást gyakorolt Robertra, hogy ezután kezdődtek el a valós gyilkolások. Eddig csak folytogatta a lányt, tehát nem direkt nem ölte meg, meg nem direkt meg akarta ölni. Anno a 7 éves kislányt úgymond csak folytogatta. Viszont a Pamelával való szakítás vezette ahhoz, hogy elkezdte a lányokat meg is gyilkolni. És hogy milyen módon, ez rá is hamarosan ki fogok térni. A mai részbe ennyi fért bele. A következőkben bemutatom nektek, hogy Robert Black hogyan kapta el és ölte meg a gyerekeket, hogyan kapták el Robert Blacket, és hogy mi volt a tárgyalásom. Köszönöm, hogyha megnézted ezt a videót, örülök, hogyha nyomsz egy lájkot, és feliratkozol, ha még nem tetted meg. Várlak titeket a következő részben, addig is, sziasztok!